Négy miskolci csapat jutott be a First Lego League magyarországi döntőjébe. A verseny regionális döntőjét a Miskolci Egyetem Ferenci Sándor egészségügyi technikumban rendezték meg szombaton. A megmérettetésen 16 iskola 113 diákja mérte össze tudását, a szervezők idén a természettudományok művészetben betöltött szerepét helyezték fókuszba. Én benyomom a kékeket, és utána ráillesztem. Az utolsó egyeztetéseket is megbeszélték a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanulói a nagy megmérettetés előtt. A First Lego League robotépítő és programozó verseny regionális döntőjét a Miskolci Egyetem Ferenci Sándor egészségügyi technikumban rendezték meg szombaton. A megmérettetésen 16 iskola 113 diákja mérte össze tudását. A korosztályokban ugyanazt a feladatot kellett megoldani. Idén a természettudományok művészetben betöltött szerepét helyezték fókuszba a szervezők. A Jezsuita Gimnázium tanulói hónapokig készültek a verseny regionális döntőjére. Peti csinálta a robotot, vagy a karokat hozzá. Én meg a robotot terveztem és megvalósítottam. Aztán volt rajta egy-két átalakítás a karokon is, hogy ne legyen olyan bonyolult lecserélni, meg hasonló dolgok. A First Lego League döntőjét idén is a BOSZ szervezte, akik szerint a verseny résztvevői nem csak a robotok működésének és programozásának alapjait sajátíthatják el, hanem más készségekben is fejlődhetnek. Ilyen például az együttműködés és a kommunikáció is. Úgy gondoljuk, hogy a jövő szempontjából ezek a kompetenciák, ezek kiemelten fontosak. És nem csak a tudományos része, de az egyéb társas kompetenciák is. Tehát amit ők ezzel itt tanulnak, a kommunikáció fejlesztésében, a csapatmunkában, az, hogy nyitottak legyenek az innovációra, az segít őket abban, hogy amikor eljutnak abba az életkorba, amikor a munkaerőpiacra lépnek, akkor már rendelkezni fognak ezekkel. A Bosch Miskolci elektromos kéziszerszámgyára a versenyben résztvevő 11 csapatot is támogatott. Többek között oktatórobotokat, a programozáshoz szükséges laptopokat és legószetteket is vásároltak az intézményeknek. A szombati versenyről 4 csapat jutott a döntőbe. Az első helyen a Navigátor, a második helyen a Földes Ferenc Gimnázium, a harmadik helyen a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda csapata, míg a negyedik helyen a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Technikum csapata végzett. A First Lego League magyarországi döntőjét február végén rendezik meg Szigetszentmiklóson.